Now turn up. Hát mindegy, figyeljetek, ha keltem itt, és akkor majd utólag teszek el, akkor vissza le kell bontanom. Ha baj lesz. Már elképzelhet, hogy farsot szívinnét, nem tudom. Sose lehessen tudni. Úgy. Oké. Nagyon nem húzom meg ezt sem. Már minek. Így jó is lesz szerintem. Hát ennek már tömítenie kell. Jó, jön ez a kis műanyag darabocska, amelyen egyszer átfűzzük a így az impulzus csövünket, meg át kéne játszani ugye ezt a gumi szívócsonkot is, amely meg is történt. Ja, majd kell vágnom egy mi a fenét tényleg, ide egy papírtömítést, hoppácska, az nincsen sajnos. Na, ide is kéne akkor ugye bár két csavar. Hát van itt egy hosszabb, mondjuk azt sem tudom, mi fogta le a gyújtásunkat. Na mindegy, hagyjuk a fenébe a gyújtást egyelőre. Egyelőre ezeket, mondjuk ide lehet, hogy jó lesz a rövidebb is, hiszen ez csak épp a műanyagot kell megtartania. A rövidebb akarom mondani, a kicsit rövidebb csavarka. Ez rövidebb. Így. Azért mondom, itt végeredményben csak pozícionálni kell ezt a valamit, nagyon nagy tartás ide nem kell. Úgyhogy ez marad itt akkor, így, hogy van. Nem tudom, mit hagytam ki, de majd is kiderül közbe-közbe, hogy mit felejtettem el, meg mit nem. Jó, akkor ezt hát belenyomjuk a helyére. Hát itt van egy rövidebb csavar, akkor ezt is beleteszem oda, aztán kész, figyeljetek. Ojjaj, mondom, beleteszem, nem így, hogy beledobom, hanem beleteszem. Elfordítom a gépet, talán nem esik le. Hát ez se a rövid, de mindegy, azért belemegy talán. Hát meglátjuk, ha van helye, akkor elfér. Ha nincs, akkor is föl fog ütközni. Mondjuk, hogy hátul nem tudom, hogyan van átfúrva-e. Tudsz úgy, hogy elvileg látja, akkor elfér. Nincs átfúrva. Egy mégis? Nincs. Másik fele van átfúrva. De a másik felébe belemeheted van a hosszabb is, látom. De abban a felébe viszont csak a rövid. Vagy egy bizonyos. Mindegy, szerintem megfogja ez Frankó. Frankó, ez bőven elég. Ez nem tud már annyira mozogni. Úgy. Oké. Okay. No, és akkor most kéne ide papírtömítés, ami nekem most itt jelenlege nincs. De viszont, itt tudom, egy kartonból válok oda majd aztán. Kész. Akkor egyelőre azt hagyjuk. Figyeljetek, hol a kipuffancs? Hol a kipuffancs? Azt is felrakjuk, nehogy belepotyogjon a szemét. No kérem, itt a kipufogója, és valahol volt egy tömítésem is, így van, még azt mondtam is, hogy fel fogom használni, ezzel nem vacakolok. Oké, itt a két hosszabb csavarka. Ja, bocsánat, majdnem hülyeséget csináltam. Ezt egyszer ide föltesszük, ezt ide föltesszük, így. Oké, ezt meg ide. Na, ennyi már rá, oké. Jó, kipufog ki lett égetve, azt láthattátok abban az ominózus videóban, amit egyszer csináltam, ugye az a helyzetjelentéses videó. Na, ezt nem tudom, hogy ezen, de szerintem nem volt vízburkolat, hogy elnézem, mert itt nincs. Itt nincs az asztalon, akkor elvileg szerintem nem is volt. Ha csak a vödörbe nem dobtam bele, de szerintem nincs. Hát ha megtalálom, akkor egy utólag át tudom azt tenni, az nem probléma. Két kis anya kellene, oké. Okay. Érdekes, hogy nincs rajt. A diszburkolat szerintem annak is szerepe is lehet neki, hogy nem a kipufogót nyomja a csavar. Csak úgy gondolom, nem biztos, de lehetséges, hogy olyan szerepe is van neki. Oké, okay, oké. Okay. Na, hol vannak a kis... Itt van.
Jó, és akkor kéne keresnem nekem egy ilyen, nem tudom hányas, ez pont nem jó. Tehát pont le is van véve a tárról, gondoltam. Gondoltam, hogy nincs rajt, hogy el lenne rajt, ez meg nagy. Hát itt is van egy, hát ez meg, ja, ez megint csak nagy. Pillanatban van nekem az a... Na, talán lehet, hogy az van pont a... Aha, oké. Pont az van a visszabítónak a végén. Így. Jó. Kicsit még húzok rajta, aztán meglátjuk, hogy... Így. Tömítsen valamit, ugyebár. Jó. No kérem. Fel kéne varázsolni a tankot lassan, nem? És voilà, tank. Ugye a tankot nem, hát megpucoltam, látható, megvan, meg lett tisztítva az is. A mi a fene? Tankszellőz... Lehet, hogy nincs ott a tankszellőző. Jelen volt rajta tankszellőző. Pakker, tényleg ám. Hú, de jó, de jó. Az se volt rajt. Na, akkor kéne tennünk egy tankszellőzőt, mert hát az... nincs rajt. De még benne se volt, ugye? Akkor ezen tankszellőző az nuku. Itt a sima csővége. Látható, hogy tankszellőző az nincs rajta. Vagy a tankszellőző hülyeség, benzinszűrő, tankszellőző, már félre beszélek, tankszellőző az itt van, az megvan, látható, az ott figyel, ott az a fejé kis bumszli. Hoppácska! Na, valahol én láttam az előbb egy szűrűt, mégpedig azt hiszem, hogy a belső dobozba, ha minden igaz, ebben van egy szűrő, amiben a csapágy meg szimeringek vannak, ott az alján láttam egy, ott is van, megvan. Hát ez jó lesz, figyeltek. Oda szerintem bőven meg fog felelni. Hogy? Úgy itt a, tényleg a pakolásért, hát ez van. Na, mikor nem készülök föl, hova tettem, itt van. Na, tehát ezt rátesszük. Hát, jó, rászorul azért. Attól azért mondom, hát, ja, de rászorul, oké. Jó, tankszellőző akkor benn van. Tankszellőző, szűrő, benzinszűrő akarom mondani. Úgy, menjél bele a helyedre. Ja, gumitúskukat se tettem bele, ebbe ketté benn van, akkor már csak a fém, ide a fémekbe kell belevágnom a gumitúskukat. Ja, azokat se tettem bele, látjátok. Hát nagyon elfeledkeztem mindenről. Na mindegy, figyeljetek, hiszen úgyis előbb-utóbb észrevettem volna, mert ami nem stimmelt volna, az kész. Oké. Okay. De be kéne olajoznom, könnyebben belemenne, ugye? De ó, belement, ez így is jó van, Franco. Jaj, nem jó, valami nem jó. Igen, el is csesztem, látjátok? Ó, de nem tettem bele a gumituskót. Ha-ha-ha. És ide előre nem gumituskó kell, ugye? Ami nem szóltok rám. Oda nem gumituskó kell, hanem egy gyűrű. Vagyis ez a rugós hülyeség, azt majd utólag kell beldobni. Na mindegy, azt hagyjuk. Akkor egyre beldobjuk ide a gumituskót, ahova kell. Ténylegesen. Azért ment lehet olyan könnyen én bele oda, mert oda nem az kell. Azért könnyen belevágódott, ugye? Na, azt ki is kéne vennem onnét. Ide nem az kell, ide. Azért olyan könnyen beleugrott ide, még furcsáltam is. No, de viszont... Ezt viszont én itt alulra kell beletennem. Most már utólagosan. Szerencsém van, elég jó, puhál Isten ez a gumi, nem olyan rideg, úgyhogy szépen bele is ment, jó van. Oké, bent van a helyén, látható. Szépen bent a helyén mind a három, és akkor a negyedik meg ugye nem az lesz, hanem a rugós felfogatás. Na,
ezt itt átnyomjuk. A, álljátok, a gázkar, gázúrodat akarom mondani, azt is bele kéne azért tennem, nem? Mert utólag, vagy át tudom majd tenni rajta. Szerintem lehet, hogy utólag is át tudom tenni rajta, ha szétszedem a fenét. Akkor megoldjuk utólag, jó van. Bonyolítsuk a helyzetet minél jobban. Háhá, ez az igazi. Na, és akkor elvileg ugye ide mennek ezek a, hát azok az impulsz fejű csavarok a fősőkbe. Hol van a lyuk? Talán bele is megy, lehet, hogy alátét nem ártad volna rá, mert elég pici fej. Hát komolyan mondom, a csavar fejekkel is spórolnak, olyan kis szűk átmérőjük van, mint az állat, aztán szinte átesnek ezeken a gumituskókon. Na, hoppá. Na, menj a helyedre vissza. Hát ide nem tudom, ezek ugye ebből a fajta csavarból csak ilyenek vannak, tehát ez hivatott a műanyagot fogni, úgyhogy akkor ezt ismételten a műanyagba tesszük bele. Tehát akkor itt nem számít, hogy fogantyú, vagy gumituskó. Ez ide belemegy, azt jó van. Természetesen ezt is csak óvatosan kell meghúzni, mert hát hama kiszakad a műanyagból a menet, úgyhogy szerintem azt meg senki nem akarja, gondolom, hogy kiszakadjon a menet. Na mi ez? Várjatok, itt valami nem jó, mert ugye ezen már, ez szerintem a külső, nem nézte meg a csavar fejét, hoppá. Nem nézte meg a csavar fejét, mert ez szerintem a fogantyút fogja. Mert ezt lapos körömhúzóval is meg lehet fogni. Mert itt nem jön ám ki. Várjatok. Mindjárt kikapjuk, úgy né. Na, mutatom akkor a tényállást. Látható? Szerintem az, amit lapos csavarozó meg lehet fogni, az megy a fogantyúra. Ez meg a ide most a műanyagokba, és a gumituskót, ami fogja. Jó, hát, ja, nem figyeltem oda, bocs. De régen nem volt ilyen, hogy ennyire meg van különböztetve a csavar. Csak úgy gondolom, hogy akkor így különböztetik meg őket, hogy de szerintem csavar ugyanaz. Na, csak más a feje. Úgyné. Ide dobunk ismételten akkor egy imbuszt. Fejüt, mert ugye itt fénybe megy a cucc. Úgy. Oké. Jó. És akkor ide ismét keresünk egy olyan csillag, amit csillag csavarhúzóval meg lehet fogni. Ez az. Jó. És a fogantyúkra meg meghagyjuk azokat a csavarokat, ami ...nek olyan érdekes feje van. Úgy. Na, és akkor ide jön ez a rugó. Ugyebár. Ez volt egy műanyag... ...hogy kéne lenni egy műanyag karikának, de szerintem az... Látjátok? Az se volt a készletben már, azt el is fejlődni, és se vettem, hogy az sincs meg. Hát akkor most nem tesszük oda, mert... Ja, annak ott kéne lenni egy műanyag... kis karikának, az meg, az tényleg nem volt benne. Az sincs. Na mindegy, azt majd utólag pótolni tudom, az nem probléma. Akkor kell keresni még egy olyan csavart, ami műanyagba megy. És csillagfeje van. Na gyere. Hát látjátok, a micsodát azért csak kihagytam azokat a gumihülyeségeket. Is. Úgy. Mert ugye így tud, nem fog benne rendesen ez a rugó, azért kéne a mésőre oda. Ja, az a műanyag. No de. Ja, erről meg le van törve az a pöcök, aminek oda bele kéne mennie. Hát figyelj, attól még használható. Attól még ide rá tudom én csavarozni, úgyhogy rá is fogom csavarozni. Mert ugye kéne egy tüskének lennie, ami onnét hiányzik. Annyit meg lehetne csinálni, esetleg az ember átfúrná, azt tenne bele addig egy fém csavart, aztán jó, amíg az is megoldás lenne. De jó, ez így is, emberek. Most maradjunk ennél már. Hogy nem teszünk akkor alá, ez a rugót megfogja.
Na mi a franc van? Én nem jön ki belőle a csavar, vagyis hát csak így tudom beletekerni. Ez érdekes. Azért megnézem, ne szoruljon meg, mert akkor meg nem tudom majd hasznosítani. Már úgy, hogy nem tudom ráhúzni. Na, elkapta? Oké, frankó. Hát mindegy, hogy addig tartom itt, aztán majd amikor ráhúzza, akkor... Hát szerintem az a műanyag stift, ami ebből kilógott, úgymond, hát nem tudom, mi szolgáltalán pozíciójba állította, vagy valami, nem tudom, mindegy. Oké, figyeljetek, ez fönn van, és... ja, akkor ide kéne nekem gyártanom, kéne építkezni, hát a hátrafele. Tehátkoptatókat, ne ezeket a hülyeséget mondtam, hogy azért csak kihagytam, opa, csak kihagytam őket, én itt hátulról, nem tudom, ez hogyan volt, gondolom itt, na mindegy, ezek nem is annyira lényeges dolgok ezek szerintem. Oké. Okay. Mi van itt? Semmi. Ide kell akkor legyártanom egy ilyen tömítést papírból. No kérem, le is gyártottam ezt a tömítést, és akkor megpróbáljuk rátenni a helyszínre. Ugye amennyire lehet, azért óvatosan bánok vele, mert hát ja, én nem szeretném összegyűrni, ha már egyszer most legyártottam újonnan. Így, mondom én, nem szeretném összegyűrni. Lehet, hogy nem újra kéne de benyukálni, hanem egy imbuszkulcsal megpróbáljuk benyomkodni. Ezt a szívó csonkot akarom mondani, hát ez nem jött össze. Ja. Lehet, hogy kisebbre vágtam a lyukat. Na, hogy né, addig csak összejött. Oké, oké. Jó, frankó. Na most, ugye most jön az az alkatrész, amit ugye Zoli küldött, mert ez se volt bent, ugye. És nem küldött, hanem ugye a bolha piacon. Ja, tudjátok a többit ott a videóban. Úgy né. Oké, oké. Akkor ezt ugye megpróbáljuk ismételten ráerőltetni ide, ha sikerül, ugye papír után. Így. Na. Hát ebben sem megy velem könnyedén, de kicsit elfordítom. Aztán talán rá fog kapni, és át fog jönni, akarom mondani. Úgy né, oké, szépen bent is van a helyén látható. Kicsit még igazítunk a torkon, aztán elvileg ez jó is lesz oda. Amivel ide van számva, ugyebár. Úgy. Kicsit még kihúzigálom, mert szerintem valahol még nem ugrott át teljesen. Úgy, oké. Na, szerintem már jó lesz. Majd ami a fene gyűrű, megadja neki a módját. Oké, na kérem, és íme. Ott is van a helyszínen. Egy kicsit állítanom kellett, hogy furat, akkor legyen kb. A papír minden. Jó. Na, és akkor elvileg most már már... Ja, a karburátorunk, várjatok a karburátorban, ha már rendeltem membránkészletet, valamikor belevágjuk, akkor ezt már nem teszem úgy rá, mert szerintem nincs értelme azt rátenni, mert szerintem ez a karburátor, várjátok, félredobálom ezeket a cuccokat, több sebből vérzik szerintem, vagy pedig nem is tudom, lehet, hogy nem volt benne valami, vagy hogyan volt, már franc, aki emlékszik, hiányos volt. Azt hiszem valami nem volt a helyszín, helyzet magaslatán valami kis cucc. Mert a kettőtére ráteszem itt közben a cuccot, nem folyjon majd nekem az olaj, valamint ha elburul. Így. Ja, nem is voltak meghúzva ezek a csavarok. Hát direkt azért ugye nem húztam meg a csavarkákat, mert hát ugye minek. Hisz úgyis cserélve lesz. Ha bár meg, egy kicsit megvan azért húzva, látom. Úgy. De nem úgy, hogy általában szoktam. Ugye bár. Félre nyomok innen mindent addig, ne legyen majd tudva.
Ugye ebben nem volt semmi. Vagy átraktam, nem tudom már, hogy a francban volt, fogalmam nincs. Hogy áttettem-e valahova. Nem tudom, tényleg nem tudom. A videóban ott van minden, mikor szétszedtem, ugye aztán. Hát ott volt, hogy... ja. Ja, itt megvan a csoda. Leveszük a tömítést, és azt se kell. Szűrő, az még azt mondom, hogy jó lesz. A szűrőt azt nem bántom. Átható. Amit csinálok esetleg... Hát mit csináltak ezzel? Mit csináltak ezzel a karburátorra? Atya úristen, lehetek. Most nézem, még nem is vettem észre. Szét van kalapálva, vagy mit csináltak vele? Azt a rohadt. Fuhu. Hát nem tudom, emberek. Na erre kíváncsi leszek, most ki is veszem ezeket a cuccokat belőle. Hogy nincs elgörbülve maga a tű is. Hát ugye ezeket nem szedtem ki ezelőtt. Ja, melyik volt az? Megnézem egyszer. Hát szerintem egyforma, de minden esetre ez volt a... Ez volt azt hiszem a hengerhez közelebb lévő. Ú, de jó, emberek. Szétverték az egészet ott. Ugyanis van. Ez a szivató, akkor ez volt az L. Tehát ez az L. Ez a H. Úgy né. Oké. Okay. Hát, ja. Ez itt ma aggodalomra ad okot. Nem tudom, emberek. Aggodalomra ad okot ez az egész. Ki lehet ezt innen venni? Ezt is belehúzták ám úgy. Hát mindegy, figyeljetek. Én bízok benne, hogy talán jó lesz. Hát, nem tudom, mit csináltak vele. A féktisztító azért. Szűrőt egy kicsit megmossuk. A micsodát is megmosom, itt átnyomok rajt. Jó, kijött a levegő, oké. Hol vannak az állító csavarok? Itt vannak. Jó. Ez az állító. Ez nem tudom, hol öt jön ki. Ennek itt kéne kijönnie. Érdekes. Jó, van mindegy. Ez érdekes egy karburátor, szerintem gatya. Van egy sanda gyanúm. Van egy sanda gyanúm nekem, hogy ez a karburátor itt szét van, szét is van verve. Nem tudom. Na mindegy, figyeljetek, én azért úgy nézem, hogy nincsen elgörbülve a tű. Szépen beletesztük vissza, ahogyan voltak, aztán kész. Úgy nézem, hogy a tűk. Szerintem ezek jók. Hát teszek bele egy membrán készletet, hiszen most le van tojva. Ez tényleg... Az az összeg, egy a fene, elbukom azt a 100 forintot. Úgy, hát bájtom. 1/1-re. 1. És 1, mind a kettő egyre ki van húzva. Jó, és akkor most vissza előveszünk egy készletet, aztán meglátjuk. Figyeljetek, beledobom. Legalább az oké, okay, az tudva lévő lesz, hogy legalább a membrán készlet újben. Aztán meglátjuk, hogy mit muzsikál. Már ugye akár ugye nézzük a kuplungot, ha nem teszem föl, most egyelőre. Akkor lassan indítható lesz a gépezet. Na várjátok, hova tettem a szikét, én ez előbb egy időt. Akár hogyan nézzük, a gépezet indítható lesz, ugye bár. Jó, hát nekünk ugye az aprólék nem kell, csak a membránok. Így. Semmi más nem kell belőle. Azokat nem tudom, ide valahol félreteszem, aztán majd ez jó lesz sanyarú időkre. Habár nem teszem, mert ott mozgatom fogom, ide félreteszem, aztán majd valami lesz vele. Na, akkor tegyük le egyszer ezt a felét, ugyebár. Ugye ezen abszolút azt hiszem semmi nem volt, ha jól emlékszem rá. Azt, hogy ezek a membránkészlet ez milyen, azt ne is kérdezzétek.
hogy milyen minőségben van ennyi pénzért, de hát, ja, majd kiderül. Lehet, hogy semmit nem ér. Lehet, hogy annyit se ér, mintha ne, ugyanannyi, mintha nem lenne bent. Ki tudja. Fene se tudja. Na mindegy, ennyi volt, aztán most egy próbát megért. Ha nem lesz jó, akkor nem lesz jó, akkor többet nem rendelek onnit. Mondjuk nem, mintha az itthoni piacos cuccok mások lennének, mert csak valahol itt megrendelik önöm ők is, úgyhogy, ja. Az egyértelmű, ugye. Úgy. Na, meg a gyújtást még rádobjuk. Ez még nincs rajt. Oké. És akkor a másik felébe is kicseréljük mindjárt a membránokat, és a tömítést meg a... Abba volt most membrán. Aztán, na minden esetre addig kilezvéve, de ezt nem teszem már vissza. Úgy. Oké. Hát ez a karburátor, ez már lehet, hogy nem ezen a gépen volt. Nekem nagyon sánt itt ezek. Ezt szerintem csak rá lehet dobva valóban. Ez szerintem, hogy eladásra megy a gép. Rádobta valaki, aztán szia. Gondolták, hiszen olyan mindegy, mi van rajt, úgyse ér semmi, tudja. Tudták jó, hogy nem jó a motor, vagy nem jó a gép. Aztán meg eladásra is megy, így is, úgy is, akkor meg minek tegyenek rá egy jó karburátort, hanem tettek rá egy szemetet. Nekem gyanús szerint ez a karburátor, én azt mondom, nektek ez kuka. Mindegy, figyeltek, megpróbáljuk, aztán ha nem jó, majd szerzek rá egy másik karburátort, aztán kész. Ezen nem úgy jön, hogy, na milyen, nem megy rá ez a tömítés. Olyan vastag ez a tömítés, hogy nem akar el a, mi a fene, lehet ez a membrán. Elképzelhető. Na, elvileg. Nem jó. Férdén van az egész. Oké, most a tuti. Azt még el tudom képzelni valóban, hogy ezt így összehozták, annyira megcsinálták, hogy na, legalább egyben legyen a gép. Úgy satsz per kb-ra. Aztán szia dobozos, ment a piacra. Na jó, hát ennyi többet nem tudtam kihozni a karburátorból. Szerintem legalábbis ez a max, amit ki tudtam belőle hozni. Jó. Ide ugye tömítés már nem kell, azt hiszem. Ha minden igaz, hogyan is szoktuk ezt összerakni? Így. De ugye kell rá a micsoda. Ez, meg kell ide. Ja, gázrudazat. Hoppá, ridikül. A gázrudatot be kéne építenem a helyére. Mert az ki kell vennem ezt a csavart innét, hogy be tudjuk akasztani a gázrudatot. Hát remélem itt nem fogad minket meglepetés. Most már ez a gép, ez elég érdekes egy gép amúgy is. Hát van egy kis kosz alatta. Ja, ki kell pucolnom, de hát nem pucoltam. Azt mondja, hogy ez itt megy át. És akkor a gázrudat elvileg jó van, ki akart minden rugó, minden oké, okay. Elvileg valami ide kell beakasztani oda, úgy, ha rugót vissza tesszük, mert a rugó ugye erre megy rá, ennek a pöckébe kell beakasztani, jó, és akkor elvileg, ha minden igaz, na hogyan van ez, vagy nem jó, valami nem jó, ide. Ez nem volt jó, én azt hiszem. Hogy hogyan van ez? Nem oda kell, nem oda, rossz helyre akasztottam a rudazatot. Itt van egy pöcök valahol, de oda. Elvileg oda kell beakasztani a földre. Azon csak egy lug van, melyben beakasztottam máshova. Hogy mégse oda kell? Vagy a francban van ez, emberek? Úgy elég dolgoztam a ilyen gépen, már meg azt sem tudom, hogyan volt benne a gázkar, látjátok? Így, vajátok, hol? Nézzük meg a karburátor, hogy megy föl. A karburátor így megy föl. Így. És akkor így kell beakasztani majd a micsodát, tehát így kell, hogy rámenjen a gázrudazat. Innét kell, hogy beakadjon, akarom mondani. Abba a lyukacskába.
ami itt van alul. Na. Hát igen, oda kell neki, hogy belemenjen. Úgy. Jó, és akkor eznek le kellene mennie. De miért nem megy le? Hát a takarékban van minden. Vagy, ja, ennek fönn kell lenni, bocs. Így. És akkor a rugó. Rugót ez a hülyeség nyomja le, a gáz. Kar. Vagy a ravasz. Vagy ki minek mondja. Ezt ide belakasszuk. Jó.